2014-ben kötött együttműködési megállapodást a Magyar Diáksport Szövetség a megyei önkormányzattal azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolákban végzett szakmai munkát. Ez az együttműködés országos szinten is egyedülállónak számít. Az elmúlt tanévben 16 arany, 13 ezüst és 14 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A Tuzséron megtartott közgyűlésen 7 testnevelő vehetett át elismerést a tehetséggondozás utánpótlás nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért. Ezek a pedagógusok különböző versenyekre és a diákolimpiákra is felkészítik a diákokat. Évről évre körülbelül 160 ezer diák indul el a diákolimpia különböző versenyszámaiban, több mint 50 különböző sportágban, és ha területi megoszlásban nézzük, akkor azt látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ott van a sportos megyék között. Csak a tavalyi tanévben közel 15 ezer nevezést regisztráltunk ebből a megyéből, ami a megyék között az országos élbolyba emeli Szabolcs megyét. És ha már ott vannak a megye diák sportolói, ezeken a versenyeken általában nem is térnek haza üres kézzel. Mondhatom ezt, hiszen a tavalyi tanév statisztikái alapján azt mondhatjuk, hogy az eredményességi pontversenyben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a maga 18 diákolimpiai bajnokával és számos egyéb fényes érmével az előkelő 6. helyen végzett a megyék országos összesítésében. Mind az általános iskolák, mind a középiskolák mezőnyében volt szabolcsi iskola, a tavalyi tanévben az ország legeredményesebb 10 iskolája között. Az általános iskolák között a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium, a középiskolák között pedig a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium szerepelt a legjobban a helyiek közül. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most hogy a Magyar Diáksport Szövetség részéről olyan elismeréseket kaptunk itt szóba is, és éven minden évben megkapjuk, nem csak ezért, hanem az elvégzett munkáért is, amelyre azt hiszem, hogy nyugodtan lehetünk büszkék, és úgy gondolom, hogy ez is egy olyan lehetőség arra, hogy ezeken a testnevelőkön keresztül, akik a díjazásban részesülnek, és az elismeréseket megkapják, minden egyes testnevelőnek is tudjunk üzenni, hogy igenis figyeljük a munkájukat, és nagyon büszkék vagyunk arra a teljesítményre, amelyet Szabolcs-Szatmár Bereg megye sportéletéért végeznek. A közgyűlésen tehetséggondozás utánpótlás nevelés kitüntetést vett át Rácné Cserés Erzsébet, a Nyíregyházi Bem József általános iskola, Kovács Tibor, a Nyíregyházi Krudi Gyula gimnázium, Szavics Bernadett, a Nyíregyházi Bem József általános iskola, Máté Tiborné, a Fehér Gyarmati Kölcsei Ferenc Református általános iskola, Kuruc Miklós, a Nyíregyházi Sólya Miklós görögkatolikus óvoda és általános iskola, Kósa György, a pátrohai Móri Zsigmond általános iskola, és Halász Levente, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium általános iskola és kollégium testnevelő tanára.